Saját hangszereden kívül mi a kedvenc hangszered? Saját hangszered. Azt nem mondhatod. Zongorát nem fogok mondani. Mert ugye zongoráztál igen jól. Csak úgy szerényen, szóval zongoráztál és... Amin nem tudok játszani, viszont nagyon szeretem. Igen? Az a hárfa. És az összes pengetős. Igen, az összes pengetős hangszered. Mi tetszik a hárfán? Hangzás. Csodálatos. Csak ezt tud legyugtatni. Tényleg? Hogyha tehetem, akkor hárfa muzsikát hallgatok. De úgy nagyon kiválasztott, tényleg csak annyi, hogy hárfa. Tehát ha hárfa zenét meghallom, akkor, akkor megnyugszom. De jó. Colin Wilder, Deborah Ann Duncan. Ha ezt meg tudom hallgatni, akkor jó, akkor volt vagyok. És ki a kedvenc zeneszerzőt, kedvenc korszakod? Van ilyen? Nincs. Kedvenc nincs. Barokk operákat nagyon szeretem, hogy ezt marsélyi zenekarra van szerencsém. Mesélted, hogy Rüninggel. Volt egy óriási meghívás. Milyen vele dolgozni? Én már dolgoztam vele itthon egyrészt a Orfeó Kamara zenekarral, aztán a rádiózenekart is dirigálta. Volt szerencsém, hogy Brahms Németet tudott vele együtt játszani. És, sokat beszélgettek Gyurival, Vasegyivel, és mondták, hogy majd mondta Helmut Reding, hogy hát, nagyon szereti azt a stílust, ahogy én játszom, és szívesen esetleg meghívna a zenekarához, a Stuttgarti Bach zenekarhoz. Az első alkalom az 2015-ben lett volna, akkor egy hámon misét kellett játszani. Szentpétervárot és Moszkvában. Tehát két. De 16-ban meg is 16-ban viszont ez meg is történt. Akkor viszont egy karácsonyi oratórium. Bak karácsonyi oratóriumára kaptam meghívást, és Moszkvában. Volt és különbség a Stuttgarti Bach zenekar és az Orfeó között? Hát egyrészt ők nem modern hangszere, illetve ők modern hangszere játszanak, ez az alapvető különbség. A másik, hogy hogy érezted a muzsikálást? Teljesen profi. Abszolút profi hangulat van. És modern hangszereken, korhű stílusban igen, játszani. Ez volt az érdekes. Hogy egyszerűen ugyanaz a hát tehát a hangvibrátó technika. Minden a de részfogósok is modern hangszerek? Igen. Tehát akkor az arányok? Igen, azért vigyáznak. Én viszont ott kaptam hangszert. Nem akarom minősíteni, mert nem éli. Nem tudom, hogy honnan hozták azt a két barokk üsdobot. De akkor az üsdob miért volt barokk? Nem, ezt nem értem is. Én vártam ott egy sima modern építésű bőrrel fedett üsdobot. Nem az jött. De nem baj, megoldottuk. És hogy dolgozott végig? Csodálatosan. Nem, hát ő egy ősbak, tudós. Minden mozdulata olyan, hogy ülve dirigált végig, hát köszönhető korának nyilván. És tehát ahogy ő megemelkedett egy picit a székben, abban a percben az egész zenekar és a ottani orosz kórus hihetetlen affinitással, szinte ők is megemelkedtek a székben az előadáson is. Úgyhogy csoda ember. Olyan kisugárzása van, hogy nagyon keveseknek van ilyen. Nagy hatása volt, nem? Kik a kedvenc karmestereid, akikkel együtt dolgoztál? Hogyha mondjuk egyet kéne mondani, akit nagyon szeretsz, vagy akitől tanultál esetleg? Hú, de nehéz. Hú, de nehéz, nem akarok senkit megbántani. Világos. Azért nem mondom, hogy tizet mondjál, mert akkor a 11-ednek ez már igen. Kínos. Hát... De ha egyet? Na jó. Nem. Ki lehetett egy az, aki nagyon nagy hatása? Hát aki nagyon nagy hatása volt rám, az Lamberto Gardelli volt. Én kicsike voltam, akkor kerültem be rádió zenekarba, és ő itt dirigált Magyarországon nagyon-nagyon sokat. És aztán vele csináltunk egy Verdinek élet a Kongresszus Központban, és azt tudom, hogy nagy dobolnom kellett. Jó anyám vezettem a kórusba, és
olyan hatást váltott ki belőlem a DSZ-i tételben, hogy rendesen lehívott a bal oldalon. Ezt anyám észrevette koncerten, és mondta, hogy hát szóval úgy kell beleérni magad, hogy egyrészt, hogy életben maradjál, másrészt, tehát nem szóval annyira fölspannanod magadat, hogy bármi szívvel kapcsolatos problémád legyen. Tehát tiszta, abszolút tiszta fel, és a közönség élvezték jönnek. De mondom, olyan hatásra nem tudtam kívánni magam a hatásra alól. És nem a műnek a hatása? A kettő együtt. Hát most a művet nem akarom. Nem te vagy az első ember, aki Verdi-nek ilyen kapcsán számol be olyan élményről, zenei élményről, és micsoda karmester, és micsoda, és majd mindig a Verdi-nek ilyen jön. Igen, ez érdekes, mert... Kérdezem, hogy nem a műve. A Requiemnek adja magát, persze. Nem tudom, hogy ezt így ezzel kapcsolatban mondani, meg nagyon sokan lehet, hogy megharagudnak rám, de ez tényleg már egyik legszebb operája a Verdi-nek. Úgyhogy, mert hát a Requiem nálam az Mozart Requiemje amúgy. De mondom, fantasztikus, tehát olyan hatást tud kiváltani az emberben, hogy... És akkor ez a karmester? De a karmester, ez még rátett. Tehát a Lamberto Gardneri még rátett. Tehát rendesen elszűrkült. Tehát mondom, hogy a lovasokat láttam akkor, amikor ezt játszottuk. Szóval... Meg hát gyerekkoromban, mert ugye nem nagyon tudtak hova tenni, úgyhogy akárhány kórusba elmentek anyaik énekelni, akkor vittek magukkal. És hát amit mondjuk esetleg koncerten a színfalak mögül látni, hogy idősebb Sapszon Ferenc odáj öregeknél, hogy sütjük el, hogy válik 100 évessé, az hihetetlen. Ezt még gyerekkorban is tudom, mert egyszerűen odaszögezt a céghez, egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Most az előbb én beszélgettem vele, volt hozzá 50 éves és 120. Ezek zsenialitás. Azt, hogy a zeneműveket ilyen mélységben élet, meg zenészként is, pedig azért zenészektől már megszoktunk egy pici távolságtartást, tehát hogy nem ezzel a laikus beleéléssel beszélnek művekről, hanem hogy milyen zseniális akarat. Ezt az édesanyától hozott? Annak ellenére, hogy vigyázz a kicsi szívedre. De hogy édesanyjától hozott mindenki. Hogy hallgattatok zenét, hogy esetleg azt mondta, hogy ez micsoda pillanat? Tehát, hogy láttad rajtuk, hogy lehet zenére így? Nem, nagyon sok zenét hallgattunk, meg hát ugye volt tévénk közvetítéseket is, ami volt ugye annak idején, amikor egy kis srác voltam. Meg rengeteg koncertre jártunk. Ugye az összes bérlet, ami gyerekeknek szólt, azon részt vettem. És már akkor olyan hatást tett rám, hogy nem azt, hogy most én, hogy hallgatom azt a darabot, hogy milyen hatást vesz rám. Ez mindig így hallgatom. De így is játszunk. Tudom. Tehát az a szerencs, az a jó, hogy belőled ez abszolút nem munkál. Tehát amikor mutatok neked valamit, hogy nézd, most itt tartok, ennyit komponáltam ének belőle, és akkor és akkor benne vagy, és akkor mesélek, hogy hú, ez megy a fülembe, és... Tehát, hogy tényleg ilyen gyermeki lelkesedéssel vagy zenét jelent, és ez annyira jó. Érzésem szerint, ez az én véleményem, mert másfél, ezt másfél nem lehet. Főleg volt, hogy kortár zenével. Tehát, hogyha nekem még nem sikerült olyan, illetve egyelte azt most nem fogom elmondani, hogy ki volt, kinek köszönöm, a darabja volt. Köszönöm. Ami tetsz, amivel találkoztam, és nem láttam semmi értelmét. Tehát én minden kortár zenében keresek valami kapaszkodót, hogy itt most mi lehet. Bízom benne, ez nem véletlenül. Tehát ő azért írta, mert... Valamit akart. Mert ez a hatás érte, hogy ezt úgy gondolta, akár a számmisztikával kapcsolatban, bármi, tehát a szerkesztéssel kapcsolatban, akár hatással kapcsolatban. Tehát ennek megvan az értelme. Én nekem meg az a feladat. Bízol a kortárs szerkesztésben? Hogy ne bízol. Úgyhogy... Mit gondolsz, hogy mi lesz kortárs zene jövője? Jó. Én ezt mindenkitől megkérdezem, hogy ez egy zenésszel beszélgetek, sőt, ez 15 éves koromban a konziban a szólfés tanárnőmtől, Avval Zsuzsanéntől minden órán megkérdeztem. Mi lesz? Kiszétlált a kezét. Hát mert azt hittem, hogy jó, hogy én nem tudom, én kicsi vagyok, mint vidéki, de hát ő itt lakik a Nagy Budapesten, megismer minden szerzőt. Akkor a Budapesten jobban hallani, hogy itt lesz. Nekem az olyan volt Budapest, hogy érted, itt mindenki okosabb, mint én, tehát... Most én kérdeznék. Tényleg érdekel. Engem is érdekel. Én ezt meg szoktam kérdezni azoktól, akik értenek hozzá.
Még én nem komponálok. Viszont én égedik. Viszont azt látom, hogy ősi hangzásokhoz is visszanyúlnak. Meg ami nagyon érdekes, az mostanában vettem észre, hogy sokan próbálkoznak azzal, hogy ugye otthon szintetikus hangokat hallanak. Uh-huh. Esetleg MIDI, esetleg a számítógép, és ezt megpróbálják hangszerben megmutatni. Uh-huh. És egy ilyen kettővel találkoztam, ahol sikerült. Most arra gondolsz, hogy elektroakusztikus hangzást? Valami ilyes, biztos, hogy ez ennek van jövője. Aztán van jövője a korszakok, régi korszakok, kortárs zenei hangzás hangsorokkal való kombinációjának. Uh-huh. Meg... Tehát, hogy ez még nem egy kifutó dolog. Szerintem biztos nem. Nagyon sok a variációs. Biztos nem. Uh-huh. Biztos nem. Hát csak az a lényeg, hogy ne legyen öncélú. Uh-huh. Tehát ne az zeneszerző, csak az zeneszerző, tehát próbáljam meg valamit közölni, úgyhogy ez közérthető. Na igen, azt értettem úgy, hogy a zene az ki kell, hogy fejezzem valami gondolatot, és azok a technikai dolgok, meg kísérletezések, az mind csak azt szolgálhatják, a mondani való. Nem lehet öncélú? Uh-huh. Abból a szempontból lehet öncélú, hogy hangulatot. Uh-huh. Tehát valakit emeljen ki arra 5-10 perc, 1 óra, másfél órás, attól függ, mit ír az illető, emeljen ki a mindennapokból. Uh-huh. Én a koncerteket is ezért szeretem, mert 2,5 órára, ha mondjuk egy szimfonikus zenekar koncerten vagyunk, kiemeljük az embereket a mindennapjaikból. Ők megtisztelnek minket költözni, mi megtiszteljük őket költözni elegánsan, és valami olyat hallanak, amit ott úgy nem. Uh-huh. Más nem lehet csinálni, csak akkor férni a szó kívülig ezt. És ez tényleg kiemeli őket, és hogyha jól sikerült, akkor ez egy hétig, két hétig tart, lehet, hogy egy egész életre. Úgyhogy a zenében is van valami, ami szintén feladat, hogy olyan hangulatot csinál, ami egyszerűen ki más dimenzióba teszi az embert. Uh-huh. Mondjuk a gyerekek, hát ugye, ha már itt tartunk, ugye van közös múltunk, a közös programunk is, az a gyerekkoncertek hihetetlenül fontos. Hihetetlenül fontos. Az első benyomás, aki először jön, vagy a többszöri benyomás, hogy az ne csalódjon. Az még neki ideje esetleg csalódni, ha nem muszáj, nem törvényszerű, de legalább a zenében ne csalódjon gyerekkorában. És hogy térjek vissza erre? Mondtad, hogy kiemeli a hallgatót a hétköznapokból, de hogy ehhez folyamatosan szükség van új zenékre? De aki, mert kérdezte tőlem, hogy igen, hogy kérdezte tőlem, hogy tényleg mindig csak mondani való legyen. Nem muszáj mindig mondani valónak lenni, tehát hogy konkrét mondani valónak, hanem hogy hangulati kiemelést csináljon. Tehát ez nem, ezt meg tudja csinálni egy létrován szimfónia. Igen. De ha valaki úgy nyúl hozzá, hogy most éppen nem jut eszembe, hogy a falvédőről vagy a tapétáról írja, akkor egyszerűen egy olyan hangulatot teremtett egy 10 perces darabban, amikor 10 percig az ember esetleg egy abszolút más, egy mesevilágban van. Elfelejt mindent. Akár a vasaló kikapcsolja, a minden hétköznapi dolgot elfelejt arra, amikor ezt hallgatja. Amikor már magyarázni kell, az már baj. Uh-huh. Amikor a darab előtt megmagyarázzák, hogy miről írt a zeneszerző, azt nem nagyon szeretem, mert miért kell elmondani előre. Uh-huh. A témát meg lehet. Uh-huh. Tehát az kell is, hát az kell, hogy tudjam, hogy mit hallhatok. Tehát nekem valószínűleg azért is van, mert sokat voltam apai nagyjámnál nyaranta, és hát egyrészt a meseolvasás, másrészt ugye nem volt tévé, csak rádió, rengeteg rádiójáték volt. És a nagymamád ezt mesélt neked, vagy hogy te úgy olvasgattál mesélt? Nem, még csak ő mesélt, később olvasgattam. Nem, na ugyanaz, vagy nem, mindig más. És hihetetlen jó érzés, tehát minden lefekvéskor én meghallgattam egy mesét. És valószínűleg a fantáziára ez hihetetlen hatással van. Ezért tartanám fontosnak most is például a rádiójátékokat, de ez nem az én
tisztán eldönteni, hogy ez most de hogy miért van kevesebb. Fontos lenne. Nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Hát tényleg az majdnem olyan... Jobb a rádió játék, mint amikor képen is látjuk. Hát legalábbis egy szerintem... Mert ugye a felnőttek is szüksége van, hogy elképzeljen. Nekik is, persze, nem csak a gyerekeknek. És kell minden nap tud az ember rádiót hallgatni egy 20 percet, de minden nap egy novellát vagy regényt végigolvasni, ugye nem? Meredek, igen. Meg hát ideje, tehát jó, ez olyan, hogy a rádiót bárhol hallgathatunk, olvasni nem tudunk mondjuk vezetés közben, de szerintem fontos a fantázia, mindenféleképpen a fantázia. Tehát akkor azt mondod, zenei hogy, fantázia hogy is. ez nem csak a gyerekek privilégiuma, tehát nem, mindenki. Gyerekkorban el kell kezdeni, és ugye nincs vége, csak változik a téma. Mondjuk, igen. Bizonyos témákat gyerekkorban, nem? Igen. Felnőttkorban bármilyen. A mesék után ez és a fantazi. Felnőttkorban meg bármit. Gyűrűk ura, stb. Harry Potter, aztán jönnek a... A csodák. Tehát én meséket teljesen... Kérdezték Facebook oldalon, hogy mi a kedvencem. Rögtön például a Belvira, de ez egy rossz. Akkor a Sound the Sheep, tehát a Salma bárány, az meg egy bárki. Ezeket imádom. Ami lehet nevetni, benne van a felnőttkor is, de tulajdonképpen a gyerek. Tehát gyerekkorról nem szabad elszólni. És szerinted a meseválasztás, hogy egy gyereknek milyen mesét olvasunk, az mit számít? Mert nagy viták vannak arról, hogy a véres Grimm meséket szabad-e, nem szabad-e, mit okoz, mit nem okoz, akkor sokan azt mondják, hogy hát eddig is ezen nőttünk, mert valaki azt mondja, hogy káros. Akkor ugye vannak tanmesék, hát akinek káros, az ne olvasom a meséket. De hogy mit gondolsz, hogy mit okoznak ezek a mesék, hogy neki nem tudom, nem emlékszem rá. Nem. Hogy gondolkoztál már ezzel? Nem, abszolút nem gondolkoztam rajta. Mert azért sokat szerepelsz így gyerekek. Tehát igen, óvatosan, igen, de óvatosan kell, tehát semmi olyasmi, ami rosszul érintheti őket. Volt egy Ludas Matyi előadás is. Felkérkezés, jó. Ez a Balogsanyi fél, igen. Egy kvintethez kellett, aztán most egy kicsit színesebbé teszünk, bevittük a rádióba, és mármint, hogy a Rádió 6-os stúdiójába, és ez egy nagyobb befogadású lélekszámú néző, tehát nagyobb nézőszám közönség volt, és mondták, hogy akkor kicsit színesítsük, és ütőhangszereket megbeszéltük, leültünk. És hát abban minden volt. Hát rögtön ahogy kezdődik, ugye az van, hogy a ludak közé csap valami, róka talán, igen, azt hiszem róka, libák közé, hát én azt úgy kezdtem, hogy azutántól kértem egy párnát, azt fölvagdaltam, tudtam, hogy nálam van tollas párna, és ahogy az ostor nagy kis ütőhangszerrel az megszólal, abban persze minden csupa toll lett, és hát csak azt hallottuk, hogy sikongatnak a gyerekek. Úgyhogy, mert ebben benne volt minden. Tehát ezt így kell kezdeni, meg kell rosszul vásárolni a gyerekeket abban az első másodpercben, hogy elkezdődik a darab. Igen, azért a minden előadásunk valamit, van. Igen. Tehát, hogy színészileg is elég erőteljesen oda teszed magad. Muszáj. Mert akkor elkezd figyelni az ütőhangszerre. Persze. Kicsit öncélú, kicsit önző, de aztán ezt, hogyha ezt jól csinálja az ember, akkor nem viszi túlzásba, akkor úgy csinálja, hogy aztán a többiekre is ugyanúgy sor. Persze. Csak hogy meg kell mutatni, hogy ott érdekes dolgok történnek ott hátul. Ez mindig persze szeretik, imádják az ütőhangszereket, mert az többi másik hangszer. Zoli, te soha nem akartál gyereket? Mert azt tudom, hogy nagyon szereted a gyereket. És gyerekek rajonganak érted. De azt tudom, hogy azért ez nem ugyanaz, mint szülőnek lenni, de hogy voltál ezzel? Hát nem találtam meg azt az embert valószínűleg eleddig. Most viszont már abban a korban vagyunk, hogy ez szerintem nem biztos, hogy jó ötlet. Most viszont megtaláltam ezt az embert 8 éve lassan. Aki nem úgy van. Tehát nem úgy alakult 30 évvel ezelőtt, akkor nem úgy alakult a családjén. Tehát akkor nem volt benned elutasítás? Nem, abszolút nem. Csak nem. A körülmények nem olyanok voltak.
És a te biztonságodat keltetett az életedben a munkádat, és az édesanyád, a párod, tehát hogy ezek azok a cölöpök, amiben te biztos vagy, igen. És bármikor föl lehetett keresni, el lehet mesélni bármit, bánat van, akkor nem... És te vagy dolgozom. Valakinek a cölöpje? A biztonsága? Én nagyon remélem. Igen. Nagyon remélem. Uh-huh. Úgy fest. Meg egyszer hallottam valakitől, hát ne viccelt nekem, te vagy a példaképem. Nevet nem mondanék most, de nagyon-nagyon meglepődtem, és hát... De egy hangszeres... Volt hangszeres, ráadásul saját, tehát ugyanaz hangszeres, uh-huh. Én. Úgyhogy hangszeres úr, fiatalemberről van szó, most már külföldön él és dolgozik. Uh-huh. És nagyon meglepődtem. Mert nekem az édesapja volt a példaképem, és a gyereknek meg én lettem a példaképet. És olyan nagy dolog, hogy felelősség van a kezedben, valaki példaként tekint rá. Igen, tehát onnantól kezdve az ember óvatosan éli az életét. Én nem éltem óvatosan az életemet. Igen. De... Hát te nagyon sok változáson mentél keresztül. Már is tűnik. És van-e olyan... terved az életedben. Következő változás? Mm-hmm. Változás, vagy ilyennek maradás, vagy hogy azt mondtam, hogy jó úton vagyok, ezen kell tovább menni, vagy van-e stratégia, hogy mihez kezdesz magaddal? Stratégia nincs, de az út, amin jelenleg vagyok, az nagyon jó nekünk. És hát mint a színház, hát van egy első felvonás, voltak szünetek, amikor nem tudtam mit kezdeni, büféztem. Volt második felvonás. Hát most jelen pillanatban a harmadik felvonásnál tartunk, de nincs meghatározva, hogy most ez a rockopera, vagy csak egy színdarab, mert több felvonás van, nem tudom még hány felvonás van hátra, de most éppen az egyik legjobb felvonásnál tartunk. Ugye az ütőhangszert, ami lényegében az életedben a legnagyobb szerepet teszi ki, az ütőhangszert jellemezned ki, mert valahogy nem hangszerként, hanem bármi máshoz hasonlítani. Akkor mihez hasonlítanád? Ló. Hát most ebben a percben, hogy kérdeztek tőlem, eszembe jutott egy csodálatos. Képződ, de lehet, hogy gondoltam. Komolyan? Akkor ez kijött. Jó. Direkt nem mondtam, hogy állathoz hasonlít, de azt mondtam, hogy bármihez. És... átjött. Tehát elvisz bárhova, törődni kell vele, foglalkozni kell vele, tisztán kell tartani. Nagyon, nagyon hűséges. Ellened fordul, hogyha valami baj van. De pont ez jutott eszembe. És a magad lehet vele. Igen, sőt. Igen. Hát kötelező gondolom. Jó a kérdés, ezt tetszik. Ezt még sohasem nem. De senkinek nem teszik föl, ez milyen jó. Saját magadnál foglalkozik, ezt mi azt tudná hasonlítani? Jaj, de jó! Jaj, de ló! Jaj, de ló! Édesanyától mit tanultál? Szakmai alázatot. Énekes. Igen. Tehát, hogy ő... Szakmai alázatot, de olyan szintű szakmai alázatot, ami nagyon keveset mutatott meg. Tehát ő rádiókórusnak volt oszlopos tagja, szopránszólamban, és most már nyugdíjas. De még mindig foglalkozik hangképzéssel, gyerekekkel, és néha elmegy kórustáborba, mint hangképző tanár, de még mindig az az alázat, tehát hogy beénekeltek egy kórust, ő még előtte különbe megy, még egy negyed órával, 20 perccel, és ő önmagát pozícióba hozza. Egyszer hallottam egy ilyet, 77 éves, egyszer hallottam egy ilyet, én nem hittem, én pakoláztam ott a teremben, és elkezdett beénekelni. Beénekelni, mert hogy ő nem áll. Úgy, ő nem. Ez ugyanaz, mint a pedagógusok, tehát nem állunk ki a katedráról, hogy nem készültünk. Uh-huh. És 5 perc alatt olyan szinten pozícióba hozta a hangját, hogy én elfelejtettem, hogy egy nem ilyen vagyok ott, mivel foglalkozom. Uh-huh. Csodálatos. Ez majdnem olyan, mint hallottam őt egyszer a Kőbányai Szent László Kontrolon, Schubert Gédú misében szólt, hogy neki elmegy Gédú, aztán a Gédú misében. És fönt az orgonaülésen, és így beálltam.
és ezt olyan természetesen énekelte a szólót, akkor már úgy 68-70 kilóra. Természetesen énekelte a szólót, mint a fúrós csúszát készítene, és utána megenni. Tehát neki ez nem okozott gondot. És szerintem ez minden hangszeresre így, ütőhangszereknél is, meg pár ilyen hangszernél, tehát ha valaki nézi a muzsikáló embert, akkor tűnjön olyannak, hogy én most hazamegyek, azt megpróbálom, ez ilyen könnyű. Aztán kérdődnek. De olyan könnyűnek hasson, tehát ne legyen erőlködés benne, ne hasson görcsösnek, feszengőnek, hanem olyan legyen a muzsikálása, a hangszerjátéka, vagy esetleg az éneklés, vagyis egy hangszer, vagy a saját tested a hangszered. Szóval meggyőző legyen, jó, hát mindjárt hazamegyek. Úgyhogy ezt ő így csinált. Hihetetlen hatással volt. Mondom, az az alázata, ahogy ő... Tehát ott nem volt, gyerekkoromban emlékszem, nem volt fagylal. Nem lehetett. Nyáron is csak talán egy a szabadság közepén pont. Mert hogy ugye ez lett a lavócsira. És édesapád emléke milyen elvárásokat támaszt? Hogyan kell élned? Szerintem olyan úton indított engem el. Ő nem ismert az édesapját. De tehát nem volt neki igazából minta. De soha semmit nem erőltetett nekem például. Tehát se a zenei szakmát, amikor akartam fordulni, se semmit. Olyan volt, mintha egy folyosón mennénk. Jó, velem. És ő nyitogatja az ajtót. Megmutatja, ha benézel, nézd a saját magad. Nem lököd be, nem kényszerítod semmire. Úgyhogy elég csak köszönettel. Hát sajnos most már csak emlék köszönettel, mert elveszített. De pontosabban ő már nagyon jól érzi magát, úgyhogy erről nem szívesen beszélnék. Mit jelent számodra a felnőtté válás? Jaja, erről aztán egy pont másfél hónappal ezelőtt beszélgettünk. Felnőtté válás? Hát mikor? Mikor lettél felnőtt? Felnőtt lettél? Szerintem még nem tudom pontosan meghatározni. Milyen érzés felnőtté válni? Felnőtté válás sem nagyon. Minden nap, igen, minden nap újra megpróbálom. Amikor ugye nem, tehát amikor az van, hogy nem te vagy, nem neked kell, hogy minden, hanem hogy te is. Tehát most már te adsz, és nem te követelsz, vagy kapsz. Ez bocs, van, amikor felnőtt vagyok, egyik nap, másnap még ugyanúgy gyerek. Úgyhogy a vállás, azt, már mint hogy a felnőtté vállást, azt én szeretem, mert úgy többször meg tudom élni.